Üdv mindenkinek! A nevem Zönke és a Machbar Akadémián ma megmutatjuk, hogyan építhettek be egy fürdőkádat, mégpedig kádtartó segítségével. Ez a művelet 5-ből 3-as nehézségi szintű. A fürdőkád beszereléséhez mintegy fél napra lesz szükségetek, és a munka megkönnyítésére jó, ha van mellettetek egy segítőtárs is. Az előkészítés során először jelöljétek meg a lefolyó helyét, és csavarjátok be szorosan a lefolyó szerelvényt. A következő lépésben vágjátok méretre a kádtartót, majd tömítsétek a kádat, és helyezzétek be azt a helyére. Végül végezzétek el a vízpróbát. Sok sikert kívánok nektek a fürdőkád beszereléséhez! Mielőtt belevágtok, készítsetek elő mindent, amire majd a beépítés során szükségetek lehet. A fürdőkád és a szükséges anyagok már megvannak, Max és Félix pedig hozott még néhány szerszámot. Ebben a videóban lépésről lépésre megmutatják nektek, hogyan járjatok el a kád beépítésénél. Először a kádat és annak tartóját a leendő helyére állítottuk, majd vízmérték segítségével ellenőriztük, hogy a kád vízszintese. Max a vízmértéket Ferdén a falhoz illeszti és ellenőrzi, hogy a lefolyó a vízbemenetekkel egy szintben van-e. A vízbemenetek közötti középpontot már megjelöltük, most pedig ceruzával a lefolyó helyzetét is bejelölhetitek a padlón. Ez segít később a helyreigazításnál. Max és Félix most kiemelik a kádat a kádtartóból, és függőleges helyzetbe állítják úgy, hogy a lefolyó felülre kerüljön, így Max rá tudja erősíteni a lefolyó szerelvényt a kádra. Ezután felül be kell helyezni még a túlfolyó csatlakozóját. És alul rögzíteni kell a lefolyó csőcsonkot, amelyet később a falhoz csatlakoztatunk. A következő lépésben a kádtartón szeretnénk bejelölni a fontosabb pontokat. Ehhez először rajzoljuk be a fal mentén a fali csatlakozás helyét. Ezután helyezzétek vissza a kádtartót a helyére, és azon is végezzétek el a megfelelő bejelöléseket. Félix odaadja Maxnak a hőálló csöveket, hogy Max berajzolja a kádtartón, hogy hol futnak majd a csövek. A hőálló csövek magas hőmérsékletű közegekkel is használhatók, és szennyvízvezetékként is funkcionálnak. Tehát ide tökéletesen megfelelnek. További tervezéshez és felújításhoz tanácsokat kaphattok az Obi magazinból. Olvassátok el útmutató cikkeinket inspirációért otthonotok megszépítéséhez. Most pedig készüljetek, egy kicsit több erőbedobásra lesz szükség. Fogjatok egy rókafarkú fűrészt, és óvatosan vágjátok ki a bejelölt részeket. Max profi módjára először a nagyobb darabokat vágja ki, majd egy vágókéssel finomítja a részleteket. Ezután rögzíthetitek a hőálló csövet a fali csatlakozáshoz. Mérőléccel mérjétek meg a faltól a lefolyóig lévő távolságot. Majd vágjátok méretre a csövet a mért távolságnak megfelelően. Faragjátok le egy kissé az éles széleket, és már csatlakoztathatjátok is a csövet. Max a hiányzó összekötő elemet is kiméri, majd Félix lefűrészeli a felesleges részt. Ha ezzel megvagytok, csatlakoztathatjátok a csövet a szifonhoz. Ügyeljetek rá, hogy a szerkezetnek enyhe, legalább 2%-os, azaz folyóméterenként 2 cm-es lejtése legyen, hogy a víz megfelelően el tudjon folyni. Esetünkben a lefolyó szifon magasságának köszönhetően adott a megfelelő lejtés. Ha ez nálatok nem elég, helyezzetek alá egy darab hungarocelt, majd igazítsátok a jelölés fölé, és a helyére is került. A következőkben a kádtartót szeretnénk behelyezni. Ehhez először próbáljátok oda a tartót, és ellenőrizzétek, hogy a kivágások megfelelő helyen vannak-e. Ez így jó is lesz. Most már a fürdőkád is behelyezhető a tartóba. Figyeljetek rá, hogy a kádon lévő jelölések egyezzenek a falon lévő jelölésekkel. Megérte tehát az alapos előkészítés. Ahhoz, hogy edzésben maradjatok, emeljétek ki ismét a kádat és vegyétek kézbe a tömítőszalagot. Egy jó tanács! Felhelyezés előtt tisztítsátok meg a kádat, így a szalag jobban tapad és hézagmentesen zár majd. Darabonként ragasszátok fel a tömítőszalagot, és egy szegély hengerrel nyomjátok erősen a kádhoz.
Végül alaposan takarítsátok fel az érintett területet, nehogy a kád alatt maradó apró törmelék kibillentse azt. Fontos, hogy a kád egyenesen álljon. A megtisztított padlóra fújjatok nagy felületen púrhabot. Ügyeljetek rá, hogy a csöveket ne fújjátok be, nehogy azok a kádhoz ragadjanak. Ezután tegyétek ismét a helyére a kádat, és ellenőrizzétek még egyszer, hogy minden vízszintese, majd várjatok egy órát, amíg a szerelőhab megszárad. Időközben Max még becsavarja a fürdőkádba a lefolyó szerelvényt, majd a védőfóliát is el lehet távolítani. Illetve be lehet helyezni a túlfolyó takaróját. Egy rövid próba, és működik. Max profi módjára papírtörlőt helyezett a lefolyó rendszer alá, hogy ellenőrizze a tömítést. Tehát induljon a vízpróba. Fent is, és lám, lent is minden szárazon maradt a kád alatt. Ha szeretnétek megtudni, hogyan vihettek fel szilikon tömítéseket a kád köré, nézzétek meg az ide belinkelt csempézés témában készült videónkat. Félix és Max elégedetten dőlhet most hátra, nektek pedig jó munkát és kellemes időtöltést a fürdőszoba szépítéséhez. Örömmel jelentem, fürdőkádunk használatra kész! Ha kedvetek van további projektekhez a fürdőszoba témakörében, iratkozzatok fel a csatornánkra és írjátok meg kérdéseiteket, kívánságaitokat vagy egyéb észrevételeiteket. Soha ne feledjétek, ötlettől a megoldásig az Obival!